vagy kutyát, arról az a kocsi! Kutyás bemutató után egy kis kötélhúzás a sátor aljaújhelyi fegyház dolgozóival, aztán pedig egy kis kutyasimogatás. A tündértánc táborban minden nap annyi élményt kapnak a gyerekek, hogy az sokáig kitart, még akkor is, amikor újra a kórház, gyógyszerek, gyógyulás, reménykedés tölti ki a napokat. A Kosztyú Ádám Alapítvány a leukémiás és daganattal küzdő gyerekeket segíti. Táborukat már 7 éve nem csak a beteg gyermekeknek szervezik, de az egész családnak. Mivel az alapítvány több tagja sátoraljaújhelyi, így nem először helyi szervezetek és az önkormányzat bevonásával szerveznek élményt a gyerekeknek, akik ezt az egy hetet várják szinte egész évben. Én ötödszörre vagyok itt, tavaly nem tudtunk jönni, nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk jönni. Sosem szoktam unatkozni, itt nagyon jó, holnap megyünk a kalandparkba. Szerintem nagyon jó ez a tábor, jó a közösség, vannak új gyerekek. A Kell Alapítvány elsősorban a Tiszán innen élő rákos beteg gyermekek családját segíti. Legtöbbjüket a Miskolci megyei kórházban gyógyítják, valamikor az alapítók gyermekeit is itt kezelték. Ők saját tapasztalataikat és az évek során kialakult kapcsolataikat felhasználva önsegítő csoportot hoztak létre a kórházban. A beteg gyermekeket nevelő szülők szerint nagyon fontos ez az egy hét, hiszen a család minden tagja, az egészséges, sokszor legalább annyi terhet viselő testvér is felszabadulhat ilyenkor. Itt a nagyobbik egy kicsit jobban elengedi magát, tehát nálunk a kisebbik volt beteg, és otthon mindig állandó a felügyelet, tehát hogy ha én 5 percre is nem tudok odafigyelni, akkor mindig a nagyobbik az, aki odafigyel, és itt az a jó ebben a táborban, hogy ő is mehet, és szabadon, és azt csinál, amit igazán szeretne. A programok láttán egy kívülállónak csupán közös együttlétet és szórakozást jelenthet ez a tábor, ám a szervezők pontosan tudják, hogy mikor, milyen élmény és művészetterápiás elemekkel gyógyítsák a betegség elleni küzdelemben gyakran megfáradt lelkeket. Ebből építkezünk egy teljes éven keresztül, hiszen azért a kórházi osztályokon a beteg gyerekekkel találkozunk nap mint nap, hatalmas küzdésekkel, harcokkal, és hát sajnos el kell mondani, hogy 3-ból 2 gyerek az csak, akinek sikerül, az lenne a boldogság, hogyha mindenkinek sikerülne. Az idei táborban több mint 170 ember nyaraltat ingyen az alapítvány. A korábbi években pályázatokból, idén az 1%-os felajánlásokból vállalkozások, intézmények, önkormányzatok segítségével szereznek élményt és biztosítanak felhűtlen szórakozást a beteg gyermekeknek és szüleiknek.